Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. Kokárdák egy kicsit másképp. A kézművesek egyre bátrabbak és alternatív megoldásokkal is készülnek a március 15-ére. Nem kötelező a hagyományoshoz ragaszkodni, szinte mindenből készül már alternatív kokárda. A március 15-i ünnepre a Fehérvári Kézművesek Egyesülete is készít újra gondolt nemzeti színekben pompázó kokárdákat. A tagok többek között kisvirágot formázó, gyöngyből készült kitűzőket, piros-fehér-zöld színekből álló karkötőket, kulcstartókat alkotnak. Hoztunk itt egy kis kokárda gyűjteményt, meg nem csak kokárda, hanem amilyen hazafias, tehát piros-fehér-zöldből készült tárgyak, hogy nagyon sokan nem a kokárdát teszik ki, hanem valamit hordanak aznap, tehát a fiatalok, és akkor mi hoztunk többféle anyagból, tehát gyöngyből készültet, vagy fonalból készültet, vagy van itt például egy nagyon-nagyon régi, több mint 100 éves kokárda. Ez mennyire nehéz ezeket az alternatív kokárdákat elkészíteni, bárki meg tudja tanulni? A legegyszerűbb változat az, hogy óvodásokkal tudunk körmönfonással kokárdát, tehát piros-fehér zöldből szalagot, egy fonatot tudnak készíteni, amit össze lehet hajtani, feltekerni, és kokárdának is tudják használni. Tehát ez a legegyszerűbb. Aztán van nehéz gyöngyszövéssel készült, hogy bele van a címer fűzve, tehát lehet fokozni itt azért. És ki készítette ezeket a kokárdákat? Itt most, amik az asztalon vannak, többen is voltunk. Van, amelyik nagyon régi kokárda nagymamák által készített, van olyan, hogy selyem szalagból készített kokárda. A fonalasokat én készítettem, a gyöngyösöket gyöngyöseink vannak, ők készítették. Tehát így ez most egy csapatmunka, amit most bemutatunk. És akkor ezt a tudást, ezt mind önök birtokában van, vagy egyébként önök is képzik magukat, az interneten találnak különféle praktikákat? Hát az az igazság, hogy mi az internetről nem annyira, ugye a kézművesnek elég nagy a fantáziája, és akkor mi a megismert technikákat fel tudjuk használni valahogy. Úgyhogy ez mind saját kútfő, vagy saját tervezés. Aztán például én, ha külföldre megyek, akkor mindig viszek magammal olyan kulcstartót, ami piros-fehér-zöldből van megfonva. És akkor én ezt szoktam ajándékba adni, tehát nem csak ismerősöknek, hanem olyannal találkozik az ember, akit ez érdekel, akkor egy-egy szívességért ilyet adok cserébe. A nem hagyományos kokárdák elkészítésénél szárnyalhat a képzelet. A sokféle anyag, például gyöngy, üveg, selyem, gumi bármilyen módon felhasználható, hogy a nemzetünk színeiben születhessenek meg az újra gondolt alkotások. Kitűző, de akár ékszer formájában is viselhetjük magunkon a trikolort március 15-én. Hát ezek az ékszerek, ezek néhány éves szülemények. Néhány évig tartott, mire ez kikristályosodott, hogy az ilyen minimál vásárlók által design ékszernek nevezett termék létre jöjjön belőle, és antiallergén, fémből kész, illetve nem ezből, egészen pontosan gyapjú, finomított gyapjúval dolgozom, merino gyapjúval, amit nem én színezek, hanem így vásárolom meg ezeket az intenzív színeket, és nem ez golyóvá gyúrom, és akkor találkoztatom a fémmel, amit nagyon, én is nagyon szeretek, és a vásárlók is nagyon szeretnek, mert ezeknek a design ékszereknek én úgy veszem észre, hogy ideje van, keresik ezeket a vevők. Az előbb említetted a színeket, a szivárvány minden színében találkozhatunk a te ékszereiddel, de most jön március 15-e és a trikolor, piros-fehér-zöld színekben is gyárt a ékszereket. Miért gondoltad, miért tartottad fontosnak, hogy kipróbáld, hogy úgy mondjam, ezt az újfajta kokárdát, vagy újra gondolt kokárdát? Hát bevallom őszintén, nem is az én ötletem volt először, hanem amikor kialakult ez a design, akkor a kedvesem ő kreatív szakmában dolgozik, és az ő fejéből pattant ki legelőször, de természetesen az ember mindig próbál újat mutatni, de sok más embernek is ez eszébe jutott az ékszerek láttán, hogy hát ez is benne van. És több feldolgozásban láttam már ugye a trikolort, és műsorvezetők, mindenféle celebritás kezdi használni ugye a trikolort, hogy nem kokárdaként tűzi magát, és azt gondolom, hogy ez nem baj, tehát hogyha ilyen formán jelenítjük meg, hogyha valakinek ez így közelebb áll a szívéhez, akkor miért ne? Én azt gondolom, hogy ez belefér, és ugyanúgy hagyományőrző és tisztelettel van a trikolor iránt egy ilyen ékszer, vagy egy újfajta feldolgozás. Mennyire vevők erre az emberek? Mennyire engedik el a hagyományos kokárdát? Nagyon nyitottak.
nagyon nyitottak. Tavaly egy televíziós személyiség szintén anyakába tűzte a saját műsorvezetőiken felül természetesen ezt a fajta trikolort, a Ring Juli féle ékszert, illetve más feldolgozásban is, mint ahogy említettem, láttam már, előszeretettel használják és nyitottak rá. Milyen ékszert készítesz trikolor színekben? Nyakláncot, egyetlen egy fülbevaló készült, ezt szurkolói fülbevalónak készítettem. Egyébként nyakláncot készítek kiskarikás méretben, nagykarikás méretben, kis négyzetben, nagy négyzetben, ahogy a vásárló igényli. Én megmondom őszintén, a karikás verziót szeretem a legjobban. Az üveg is jó alapanyaga lehet egy kokárdának, de fülbevaló, gyűrű és nyaklánc is készülhet belőle. Az üveg ékszerkészítés azt 4 éve kezdtem el csinálni, kint voltam Murano-ban 1 hétig tanulni, és ott megtanultam az alapokat, és akkor összeszedtem mindenféle cuccot hozzá, kemencét, üveget, meg mindenféle eszközt, és 4 éve kezdtem el igazából magát a gyártását ezeknek az ékszereknek. Üveggel nagyon régóta foglalkozom, 28 éve festek üvegképeket, de úgy éreztem, hogy kell valami, amivel többet adhatok az embereknek, mert az egy kép az kicsit nehezebben tudják értékelni, mint egy ékszert. Ékszert többen vásárolnak, mint üvegképet. Hogyan állnak össze ezek a kis csodák? Ezek síküvegek, színes síküvegek, ezeket vágom, és utána pedig egy kis kemencében olvasztom. Ez úgy hívják, hogy rogyasztásos technika, nem egyszerű kimondani, és akkor utána kerül a szerelékre, vagy gyűrű, vagy fülbevaló, vagy nyakék készül belőle. Közeleg március 15-e. Ilyenkor sokan vesznek kokertet, viszont egyre több alternatív megoldással is találkozni. Többek között te is készítesz trikolor ékszereket. Miért gondoltad, hogy megpróbálkozol ezzel is, tehát hogy piros-fehér-zöld ékszert is készítesz? Hát az ötlet az nem a piros-fehér-zölddel kezdődött, hanem a piros-kékkel, meg a kék-fehérrel. Fehérvári lévén kértek tőlem vidi szurkolók gyűrűket, a lányok, meg az a volános jégkorongosoknak pedig csináltam kék-fehéret, és akkor arra gondoltam, hogy idén akkor kipróbálom a trikolort, hát ha nagy érdeklődés van rá. Tehát akkor mernek szakítani tulajdonképpen a magyarok azzal, hogy a hagyományos kokárdát vásárolják, és egy picit azért nyitnak az új felé. Én úgy érzem, hogy igen. Sok helyen látok különböző kézműves termékeket, többek között gyöngyből főzött trikolort, megláttam már ötvös által készített országalmát, és ahhoz volt hozzáfűzve maga a szalag, a piros-fehér-zöld szalag. Úgy gondoltam, hogy üvegből is ugyanúgy meg lehet ezt csinálni, úgyhogy ezért kezdtem el. Milyen ékszereket készítesz egyébként? Tehát így gondolok, látom rajtad is van például most egy nyaklánc, de ezen kívül miket készítesz még, és mik vannak piros-fehér-zöldben? Hát piros-fehér-zöldben csináltam fülbevalót, gyűrűt, nyakéket, tehát egy ilyen jellegű nyakéket, meg gyűrűt. Ezen kívül még karkötőket is szoktam csinálni, azt pedig evőeszközzel kombinálva készítettem, most csináltam piros-fehér-zöldből, és ezek ilyen patentos technikával készülnek, tehát van egy patent alap, amiben bele lehet rakni magát az üveget, hogy rá lehet patentolni, és akkor az cserélhető, tehát nem csak piros-fehér-zöld üveg kerülhet rá, hanem különböző más színű, amilyen tetszik a kedves vevőnek. Egyébként mit ad a vevőknek az üvegékszer? Hú, ez jó kérdés. Azt látom a szemük, hogy boldogok, hogy felcsillannak. Ugye minden embernek van egy egyénisége, mindenki más színt szeret, és akkor próbálok mindenkinek a kedvében járni. Örömöt látok a szemükben. Egy időben csak kékeket készítettem, mert én kékmániás vagyok, azt rájöttem, hogy hát több pirosat is, meg sárgát is kell csinálni, mert tehát azt is szeretik az emberek. Úgyhogy szerintem boldogok, amikor kapnak egy ilyen ékszert ajándékba. Mivel másabb viselni egyébként egy ilyen ékszert és egy ilyen kokárdát, mint a hagyományosat? Mivel másabb? Hát nem is tudom. Tehát az emberek nagy többsége ugye nemes fémből készült ékszereket hord, de úgy látom, hogy vevők az alternatív megoldásokra. Általában a legtöbb embernek az a problémája, hogy valamilyen allergiával rendelkezik, és ezért nem próbálja ki ezeket az ékszereket. Én nikkelmentes szerelékekkel dolgozom, tehát bárki hordhatja. A trikolor mit ad?
ki kell próbálni mindenkinek. Kint leszek a vásárban 15-én, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor nagyon szívesen látom. Egy megunt vagy kinőtt textilpóló és egy olló. Ennyire van csupán szükség ahhoz, hogy dekoratív ékszereket készíthessünk magunknak. Az egyik technika, amit tanulunk, az a feltacsomó. Tulajdonképpen ez két egymásba kanyarodó húró, amit összeügyeskedünk. És ez, ami létrejön, ez a csomó, ez jó alapja lehet egy nyakláncnak, vagy egy karkötőnek. Attól függően, hogy ki hogyan fejezi be. A pólófona, ez egy nagyon rugalmas anyag, úgyhogy viszonylag könnyű vele dolgozni. De azért a rugalmasságra figyelni kell végig, mert Megáll az idő címmel indult alkotósorozat az Új Magyar Képtárban. Az első alkalommal Jávorfi Bognár Ágnes, a Borgica textilékszer megálmodója egy workshop keretében mutatta be a textilékszer készítés alapjait. A használt pólókból egy olló segítségével remek nyakláncok és karláncok készíthetőek. Ez egy workshop, ahol megmutatom a textilékszer készítés technikáját, a legelejétől, tehát hogy hogyan készítünk pólófonalat, a legvégéig különféle fonások vannak, csomózási technikák, egy icipici varrás, és ezeket tanítom itt a workshop alkalmával. Ez egy újrahasznosítási technika, amivel tulajdonképpen szép mutatós ékszereket készítünk. Az egyik célja az újrahasznosítás, a másik pedig a szabadidőnek a hasznos eltöltése, és nem utolsó sorban ugyanők vagyunk, szeretünk szép ékszereket hordani, ezek színesek, bohémek, puhák és antiallergén ékszerek lesznek a végén. A textilékszer egyre növekvő népszerűségének bizonyítéka, hogy az eseményre meghirdetett helyek pillanatok alatt beteltek. A kinőtt, megunt ruhadarabok művészi újrahasznosítása nem csak a környezetvédelmet és a kreatívén megélését segítheti, de rendkívül praktikus is lehet. Hát ami nekem fontos, az, hogy kisgyermekeim vannak, és ugye, hogyha én hordok egy ékszert, akkor mondjuk a gyöngyös, vagy valami fém, vagy valami olyan marajt, ami kiálló, akkor azt ugye ő, ha fölveszem, akkor lehet, hogy a szájába veszi. Itt nem is sérül meg, nyugodtan megrágítsálhatja, végül is egy textilről beszélünk, ki tudom mosni. Tehát igazából gyerekbarát is mindemellett, hogy környezetbarát, mert újra hasznosított. A Magyar Képtár havi rendszerességgel folytatja a sorozatát, ahol a kikapcsolódás és az újrahasznosítás jegyében teremtenek lehetőséget az alkotásra. Szerettünk volna mindenképpen felnőtteknek is teret adni, meg alkalmat arra, hogy alkothassanak, és arra gondoltunk, hogy az újrahasznosítás, mint téma, mint szellemiség, az most egyébként is aktuális, és jó érzés látszólag haszontalan dolgokból hasznos dolgokat alkotni, és olyan dolgokat, amiket aztán viselhetünk is magunkon. Minden hónap második szombatján, délelőttönként lesznek ezek a programok. A következő az április 13-án lesz, és ott PET palackokból készítünk majd ékszereket, a cirhop
dizájnt létrehozó Balogh Kingával. Az új programsorozat a Slow Living jegyében a kreativitás megéléséhez, a lazításhoz és a minőségi időtöltéshez biztosít helyet és szakembereket a hónap minden második szombatján. Vilis is Ferenc gondolt egyet és Helsinkiben vállalt munkát. Egy ideig jól is ment minden, aztán egyszer csak megszűnt az állása, és ott maradt egy idegen országban munkanélkül. Ám az ő sikertörténete mégis ekkor indult. A kutatómunkának vége lett, és egy kevéske kis finn nyelvismerettel egy ökológus mert nagyot álmodni, létrehozta kolbásztöltő vállalkozását. Ami recept a kezében volt, az mindössze a kolbásztöltés halvány emléke, és egy nagy adag ambíció. Egy posztdoktori állást fogadtam el Helsinki Egyetemen, tehát én ökológus vagyok jelenleg, talajzoológus, ezért egy olyan kutatói állásra mentem ki, ahol ezekkel dolgokat tudtam foglalkozni. Aztán elfogyott a pályázati pénz, és egy ilyen meglehetősen keserű átmeneti időszak után visszanyúltam a gyökerekhez, és hát a gasztronómia irányába indultam, és én városi gyerek vagyok, tehát mi nem töltöttünk kolbászt azért az udvaron, nehéz is lett volna a garzóházban, de voltak emlékeim, és akkor bevált, és a kolbász, amit gyártottunk, így az otthoni konyhában, az annyira megízlett az embereknek, hogy jöttek vissza, hogy szerettek volna még. És voltak éppen ez adta az indító lökést. A vásárlókat pedig lenyűgözte a kolbász, és egyre több és különlegesebb kéréssel fordultak Ferenchez, aki így kitanulta a szakmát. Ma már 40 fajta kolbász készül az üzletében. A mi vásárlóink nagyon igényesek, és ők maguk kérik, hogy mondjuk egy olaszos kolbászt, amit annak idején mondjuk Olaszországban kóstoltak, vagy egy marokkói, mert annak idején Párizsban a zsidó negyedben, jaj, de finom mergeszt kóstolt, és így aztán így megy tovább, és most már kb. 40 fajta kolbászt gyártunk egy év leforgása alatt. Fehérvári látogatására egy különleges kolbászválogatással tért haza. Szombaton a vendégek kóstolhattak filippino, tájföldi, marokkói és olasz kolbászt is, de természetesen a magyar ízek sem hiányoztak. Amikor ide lejövök, vagy eljövök Fehérvárra, akkor voltak éppen minden fát ismerek, komolyan elmondhatom, hogy én itt érzem otthon magam, annak ellenére, hogy Helsinkiben van a családom, nagyon jól ismerem a tenyeremet, de hogyha az a kérdés, hogy hol fogadnak szinte családtagként, akkor az szerintem Székesfehérvár. Ferenc sikertörténete példája annak, mit érhet el az ember akaraterővel és kreativitással. Emellett pedig példája azoknak a külföldön élő magyar embereknek, akik, ha nem is magyar földön élik az életüket, szívükben Magyarország marad az otthonuk. Egy éven keresztül ingyenes edzéseket tartanak a Fecskeparti Kettler Gym Functional edzőteremben a látássérülteknek. A Takács Péter által vezetett spin racing edzések hatékonyak és egyben biztonságosak is. A sport mindenkié. Ennek jegyében egy éves együttműködés indult a Kettler Gymben széles körű összefogással, látássérülteket várnak hetente két alkalommal közös edzésre, melyet térítésmentesen vehetnek igénybe. Az esélyegyenlőség jegyében egy programot szerveztetek itt a Kettler Gymben. Mit kell tudni erről a kezdeményezésről? Gyakorlatilag már régóta gondolkozunk abban, hogy pont amit mondta, hogy a sport mindenkié, és hogy meg kéne ezt valahogy jól úgy szervezni, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy akiknek esetleg vagy anyagi, vagy más egyéb lehetősége nincs arra, hogy sportoljon, mégis megtehesse ezt, és nagyon jó lehetőség volt itt a spin racing termünk itt a Kettlerben, hogy a látássérülteknek szervezhessünk egy programot. És így, hál' Istennek, ugye, amikor van egy ügy, akkor megtalálja az ember a társait ebben, és így sikerült erre egy támogatót találnunk, és hát az edzőnk, és mi is, és mindenki nyitott erre az egészre, és így létrejött ez a történet, ami egyébként folyamatosan, gyakorlatilag mi évekre tervezünk, hogy heti két alkalommal biztosan lesz egy edzés, ami a résztvevőknek díjtalan lesz.
Ez azért is fontos, talán mondhatjuk ezt, mert hogy a látás sérültek számára ugye a mozgás szegény életmód az nagy veszélyeket tartogat, nehezebben tudnak ők ugye sportolni, és hát ugye az pedig az életminőség romlásához, akár az elhízáshoz is vezethet, tehát gondolom, hogy itt ennek ilyen szempontból is van jelentősége. Igen, ami a legfontosabb, hogy próbáltunk egy olyan mozgásformát találni, amit ők nagy biztonsággal végezhetnek, ugyanakkor nagyon hatékony lett, ezért lett a spin racing, a spinning, ami gyakorlatilag megfelelő lehet abból a szempontból, hogy balesetmentes lehet, hiszen hát nekik azért figyelnünk kell erre, valamint igazán nagyon hatékony. Úgyhogy azt gondolom, egy jó választás lett, a másik pedig, hogy kell mindig egy jó edző, és Takács Petin pedig fantasztikus edzéseket tart, jó hangulatot, és emberségből azt hiszem, hogy jelesre vizsgázott, hiszen hát ez az ő ötlete volt, hogy csináljuk meg ezt, mi pedig csatlakoztunk hozzá, hogy ebben egy igazán nagy és folyamatosan sikeres dolog lehessen. Kovacsics Imre országosan elismert szaktekintély a turizmus gyógy, wellness és élmény szolgáltatásainak fejlesztése fürdő létesítmények menedzselése területén. Fontosnak tartja, hogy a sikereiben osztozzon és visszaadjon valamit a társadalomnak. Ezért sem volt kérdés számára, hogy a jótékony kezdeményezés mellé álljon, csatlakozott az első edzéshez is. Én azt gondolom, akinek a Jóisten megadta azt, hogy tehetőse vagy valamiben sikeres, hiszen én gyógyfürdőket irányítok az ország különböző területén, ahol találkozunk mindig sérült beteg emberekkel, aznak fontos a társadalmi visszaadása az életbe, és mi is lenne jobb, amikor élményt adni valakinek, amellett az élmény mellett természetesen mozgáskoordinációs javítások, életminőségi javítás. Tehát ha úgy gondolom, ezt meg tudja tenni egy úgymond tehetősebb ember, akár csak azzal, hogy anyagilag segít, és ott van mellette a szakma, kiváló edzők, teremtulajdonosok, akkor az összefogás csak sikeres lehet, és innétől kezdve, ha csak ezt az egy jó dolgot csináljuk az életünkben, akkor már megérte, de remélem azt, hogy ezzel példát mutatok más olyan embereknek is, akik megtehetik azt, hogy segítsenek olyan embereknek, akik rászorulok, akkor biztos vagyok benne, hogy már megérte, és minden ilyen kezdeményezés mellé természetesen mögé és mellé állok. Itt van az első alkalomban. Fontosnak tartottad, hogy mondjuk csatlakozzál az első közös edzéshez? Fontos, hiszen demonstrálni kell mindig. Fontos az, hogy mi is azt mondjuk, hogy nem csak beszélünk, hanem megmutatjuk, hogy saját magunk is beállunk, hiszen a motiváció egy ember életében nagyon fontos. Látunk sok beszédet, de mögötte nem látunk tartalmakat, viszont ha azt látják ők is, hogy Úristen, ezt meg lehet csinálni, csak az én példámban kiindulva én egy év alatt 30 kilót fogytam le, azért, mert elhatároztam, hogy elkezdek edzeni magamtól. Természetesen nekem egy kicsit könnyebb volt, hiszen megtehettem, de most ez a cél, és ezt a célt magam is meg tudom mutatni az ő számukra, hogy el lehet érni. Egy kicsit dolgozni kell érte, egy kicsit szenvedni kell érte, de ha egy jó társaságban vannak, csapatban vannak, jó a szellem, akkor biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni fog, és ezért fontos, hogy mi is itt legyünk velük együtt. Az együttműködés kezdeményezője Takács Péter edző. A szakember elárulta, hogy az alapmozgás elsajátításával foglalkoztak az első találkozón, és szépen fokozatosan alakítja majd ki az edzéstervet. Nagyon komoly edzéstervel nem készültem nekik, ugyanis ők teljesen kezdők, meg hát ugye itt a látássérülteknek azért más betegség is áll a háttérbe, tehát nekik azért kimondottan kell figyelni a terhelésre. Inkább csak először most, hogy az alapmozgás meglegyen nekik, elsajátítsák a kerékpározás érzését, alapjait egy picit, tehát hogy ezt a lábukba megérezzék, és majd innen indulunk el, és majd erre fogjuk ráépíteni fokozatosan az edzésterveket. Ugye említetted is, hogy sok esetben más betegség is áll a háttérben, hiszen mondjuk a látássérült életformában benne van a mozgás szegény életmód is, gondolom ez a kettő azért összefügghet. Így van, hát ez teljesen összefügg, mert ugye ők teljesen korlátozva vannak, tehát akarva akaratlanul, tehát ha mennének is, de egyszerűen nagyon nehezen tudnak kimozdulni otthonról. És ezt ugye én rögtön ezért is, én ezt tudtam, tisztában voltam ezzel, ugyanis van egy látássérült fiú, akit már gyakorlatilag gyerekkorom óta ismerlek, és ismerem őket, és hogy ő is mennyire nehezen tud kimozdulni otthon, nincsenek meg azok a lehetőségei, és így indult el ez a dolog.
Ugye ez egy ilyen nagyon szép és nemes összefogásnak az eredményeként születhet meg. Te miért tartottad fontosnak, hogy csatlakozzál ehhez a kezdeményezéshez, mint edző, hogy felkaroljad ezt a csoportot? Hát azért kell, aki összefogja őket, és ahogy Ádámmal is szerintem már beszéltétek, tehát ezt így hárman tudtuk elindítani. Tehát ehhez sok ember kell, tehát ezt kivitelezni. Tehát ez egy teljes embert felfog, tehát engem is, hogy végig velük legyek, vigyem őket, van, aki nem tud idejönni, eljutni, el kell menni értük. Tehát ez három, egy csapat kell. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!